amikor a ház fölépült, átadták, én akkor ide jöttem dolgozni. Itt körül volt ültetve fűvel, és mindig levágták, és én itt fölástam, virágot raktam, és akkor mindenki megkérdezte a földszinten, fölé ásva, sem mondtam, hogy föl, de kell gondolni. Úgyhogy nagyon szeretem a virágot, és szerettem a tiszta szépséget. És nagyon köszönjük ezt a sok szép virágot, meg bokrot, hogy ilyen aranyosak voltak, hogy adtok. Eddig is nagyon szép volt a házunk környéke. Különösen van egy-két szomszédasszony, aki nagyon lelkesen már hajnalban locsol virágot ültet. Na de most aztán ránk szakadt a virág, most tudjuk mi össze, sok virág van körülöttünk. És őszintén szólva, így szomszédokkal együtt, ahogy körülnézek, még nem voltunk együtt. És ez a munka összehoz minket, meg úgy szép lesz, meg olyan szép dekoratív lesz itt a kavics is, a kéreg is. Tényleg nagyon hátványos az egész. Régóta vártunk egy ilyen eseményre. Elég régóta kérjük is. Tudom dicsérni a önkormányzatot, hogy ilyen dolgokkal is foglalkozik. Az a kérésünk, hogy továbbra is akkor legyen figyelemmel kísérve a munkánk is, mert mi is figyelemmel kísérjük az ő munkájukat. Zugló az mindig is szép kerület volt, még fiatalkorunkban is úgy volt, hogy kertváros, ugye? Hát tegyük azzá, sok minden negatív dolog van, de remélem, hogy valamikor annak is elejét veszünk. Az csak közösen lehet mindenkivel. Nagyon szépen köszönjük a sok-sok virágot, meg a segítséget, meg mindent a polgármester úrnak, meg az egész polgármesteri hivatalnak, és nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen szépen tehettük a kertünket. A szerszámokat a Fiskász biztosította. A növényeket a Borhi kertészet szállította. Az utcafront építéshez szükséges díszköveket és kiegészítőket a Dekostones biztosította. Kövessen nyomon ön is a Virágzó Zugló programot a kertész.blog.hu-n, a Facebookon és a virágzózugló.hu oldalon.